család Németországból vagyis 1724-ben települt ide, méghozzá két Wittmann nevű személy, és Németországból is Würzburg és Gerolzhofen környékéről. Pontosan a helységet nem tudnám megmondani, hogy honnan, de tudom, hogy onnan 1724-be került ide. Szapora volt a zeleki nép, mert nagyon sok olyan család volt annak idején, hogy 8-10-12 gyerek is volt a családban. Persze ezek nem mind lettek felnőttek, hanem gyerekkorukban még szinte sokszor több, mint a fele elhalt valamilyen betegség folytán. De azért szapora volt az eleki nép, és úgyhogy az alatt a közel 250 év alatt azért elszaporodott a nép, és egyes családok különösen szaporák voltak. Adtak egymásnak ilyen megkülönböztető nevet. Itt úgy mondták, hogy csúfnév, de valóban nem csúfnév volt, tehát nem csúfolták avval, hanem avval különböztették meg, hogy melyik Wittmann melyik oldalágról származik. Úgyhogy nekünk is az volt a nevünk, a megkülönböztető nevünk, hogy Kraver. Ez azt jelenti, hogy szürke, vagyis nem is szürke, hanem ősz. Na most állítólag abból kaptuk mi ezt a nevet, hogy nekem volt egy déd, vagy ükapám, vagy mit tudom én, mi lehetett az, aki nagyon fiatal korában őszült meg, valami oknál fogva. És akkor elnevezték ősz Wittmannnak, tehát Kraver Wittmannnak. Akkor volt különböző, hát legalább 7 vagy 8 féle Wittmann volt, akinek különböző más-más csúfneve volt. Úgyhogy így különböztették meg egyszerűen, tehát akik ismerték Elek népét, azok, ahogy meghallották a csúfnevet, vagyis ezt a megkülönböztető nevet, akkor már tudták, hogy kiről van szó. A szüleim, édesanyám az egy szegény, napszámos családból származik. Öten voltak testvérek, a nagyszülők is, természetesen ugye tiszta német származásúak voltak. Ők aztán a háború előtti időszakban, a 1900-as évek után Mezőhegyesre kerültek, valószínű az ottani gazdaságban dolgoztak ilyen gazdasági munkán, mezőgazdasági munkán, és az édesanyám ott született 1911-ben. Majd onnan visszajöttek Elekre, és Eleken laktak, összesen öten voltak testvérek, volt 3 fiú és 2 lány. Na most ezek közül egyedül édesanyám, meg az egyik nővére nem lett kitelepítve, és 2 fiú, az természetesen azért nem lett kitelepítve, mert a háborús időszak alatt fogságba, vagy amikor került fogságból útközben, meghaltak. Katonák voltak, jöttek haza, meghaltak. És a legidősebb bátyja az édesanyámnak, az ki lett telepítve. A nagybátyám, meg én is, 1946-ban tavaszán, akkor volt a kitelepítés itt Eleken, akkor kezdődött. Össze-vissza Elekről tudomásom szerint, nem tudom most pontosan, 5 vagy 6 szerelvény, vasúti szerelvény lett kitelepítve. Ez több mint 5000 személy volt. Elek annak idején
a 40-es évek után mindjárt 10 000 lakosú volt, és ebből mondom, szinte hát több mint a fele ki lett akkor telepítve, akkor 45 tavaszán, vagyis januárban, akkor volt az elhurcolás Ukrajnába, oda szintén majdnem 1000 szemét vittek oda Ukrajnába. 900 valamennyi volt összesen. Itt kint a folyosón van a névsor, az Ukrajnába kihurcolt személyeknek a névsora, és a szüleim is rajta vannak, elég az hozzá, hogy szóval ez a helyzet 46-ban, és akkor így egymás után körülbelül másfél-két hetenként ment egy-egy szerelvény. Annyi idő kellett mindig, hogy elment a szerelvény, akkor betolattak egy új szerelvényt, nem tudom hány vagonból állt egy szerelvény, és azokat a vagonokat ugye előkészítették személyszállításra. Persze marha vagonok voltak. Tehát ott mindenütt, minden vagonba egy lukat kellett kivágni alul az egyik sarokba. A személyeknek az ugye szükségleteit végezték, akkor ott a vagonba menet közben kellett megoldani a dolgot. Tehát így majdnem egy hetet, egy hétbe telt, mire ezt a következő szerelvényt előkészítették indulásra, és akkor kihirdették, ment egy dobos a községen végig, hogy következő nap, ekkor és ekkor, reggel 6 óra, akkor mindenki legyen készen, jönnek a kocsik, és pakolják föl a holmiukat, amit összecsomagoltak. Persze nem sok mindent vihettek, maximum 40-50 kiló ruhaneműt, ágyneműt, meg élelmet vihettek magukkal személyenként. Én csak akkor vettem úgy figyelembe a dolgot, amikor már valami kellemetlen dolog megtörtént, akkor előre nem gondolkoztunk gyerekként, hogy na hát jaj, mi lesz ebből. Csak mikor már megtörtént a dolog, akkor jöttünk rá, hogy hát ez nagyon kellemetlen dolog történt most. Többek között a szüleimnek az elhurcolása is. Arra emlékszem, hogy egy 3-4 nappal előbb, tehát vonatindulás előtt, gyűjtötték őket össze, és különböző helyeken, ilyen nagyobb helyeken, művelődési háznak a termébe, vagy olyan helyeken gyűjtötték össze őket. Egy-egy ilyen szerelvényre való népet körülbelül 4-5 helyen gyűjtötték össze. Az én szüleim kint a vasútállomás mellett, ott volt egy úgynevezett szegényház, valamikor háború előtti időszakban az ilyen szegény embereket gyűjtötték ott össze néha, és adtak nekik ennivalót, meg mi egymást, tehát ezért szegényháznak nevezték, oda kellett nekik bevonulni. Ott voltak aztán addig, éjjel-nappal, orosz katonák őrizete mellett, amíg aztán a vonat el nem indult, vagy amíg be nem rakták őket vagonba. Annyira arra emlékszem még, hogy a nagyanyám közben, tehát a nagyszüleim, az anyai nagyszüleim, azok leköltöztek hozzánk a mi házunkba, hogy én nem maradjak ott egyedül. A házat se akarták üresen hagyni, hogy na hát engem vittek volna oda magukhoz, és akkor a nagyanyám az addig, amíg itt voltak eleken a szülők, minden délbe főzött, és akkor nekem volt a feladatom ezt a főtt ételt elvinni oda,
és valahogy valamilyen formában becsempészni hozzájuk. Mert őr volt, őrség volt az utcán, szerencsére egy saroképület volt, és mindig kilestem azt, volt ilyen bokros rész ott a közelbe, elhúzódva a bokrok mögé, amikor az őr elfordult a sarkon, akkor gyorsan odaszaladtam az ablakhoz, mert ők már kinéztek az ablakon és vártak engem. Oda szaladtam az ablakhoz, beadtam nekik az ennivalót, és akkor gyorsan vissza a bokrok közé, hogy meg ne lásson az őr. Mielőtt a vonatra rakták a szüleimet, hogy viszik őket Ukrajnába, akkor előtte való nap még vittem nekik ebédet, és akkor az édesanyám az mondta nekem, hogy na hát ez is ez a helyzet, holnap délelőtt folyamán már indul a vonat velünk, tehát holnap délben ne gyere már, ne hozzál semmit. Hát különösebben elbúcsúzni szóban tudtunk csak, mert ők be voltak ugye rácsos ablak mögött, be voltak zárva, nem jöhettek ki, én nem mehetem be. Integettünk egymásnak, megfordultam, és már hátra se néztem, mentem hazafelé. Otthon, nem tudom most pontosan, aznap este, ezt már a nagyanyám mesélte valakinek, és az a valaki, de én, nekem is rémlik valami, hogy egyik este, nem tudom, másnap este volt, vagy még aznap este, vacsora után, lefekvés előtt, ott ültem az ágy szélén, és keservesen elkezdtem sírni. És akkor mondja nagyanyám, miért sírsz, Gyuri? Mondtam neki, mondom, mama, idáig mindig csak apukámat vitték el katonának, most mind a kettőjüket elvitték, és ki tudja, hogy fogjuk még látni egymást. Hát ez így volt, mert erre én magam is emlékszem még. Szomorú eset volt, de hát elmentek utána, mint ahogy az én tanítómesterem mondta, hogy az idős ember könnyen sértődik, nehezen felejt. A gyerek nehezen sértődik, és könnyen felejt. Na, én is ezt elfelejtettem utána, és hát éltem a magam módját, ahogy tudtam. Szomorú eset volt. Tényleg az édesapám az, amikor kitört a világháború, attól kezdve sűrűn legalább 3 vagy 4 esetet tudok én még, amikor már bevonult katonának, arra emlékszem, hogy egyik este pont készültünk lefeküdni, az édesanyám se tudta, csak egyszerre hallunk kint lépteket. Oda jön valaki az ajtóhoz, az ajtó be volt zárva, kopogott. Na, azt mondja, hogy ki jön vajon ilyenkor ide. Ment az ajtóhoz, kinyitotta, ki az? Hát hallja az édesapám hangját, hogy hazajött szabadságra. Tudom, hogy egyenruhában volt,
oda jött, átülelt bennünket, és hát otthon volt, nem tudom már hány napig, és aztán hát újra csak vissza kellett neki menni. Én az édesapámat úgy hiányoltam, mert azért ő addig, amíg itthon volt, minden nap láttam őt, mert velünk szemben majdnem egy pár házzal arrébb, másik oldalon ott volt egy malom, és ő, mint gépész, ő a malomba volt, dolgozott gépészként. Gőzgép hajtotta a malmot, ő arra ügyelt, kezelte a gépet, mi egymás. Nyáron át több munkája volt, mert volt egy gazdag házaspár, azoknak volt egy cséplőgépük, és nyári időszakban, cséplés időszakban apám volt a cséplőgépnek a kezelője. És a malmi munka mellett azt is ellátta. Vagy mit tudom én, cseréltek valakivel, vagy szóval valamilyen formában megoldották a dolgot. Én magam is, amíg ugye a cséplőgépnél kezelő volt, mikor vége volt a cséplőgépnek, vagyis a cséplésnek, akkor a karbantartást végezte a gépen, úgyhogy jártam abba az udvarba sokat, ahol ennek a gépnek a gazdája lakott. Nekem az egy élmény volt. És mi gyerekek sokszor, mikor úgy nyáron láttuk, hogy jön egy cséplőgép, húzza a traktor, akkor kiálltunk az utcára, aztán volt, amikor Újtelepről egész ide a főtérig lekísértük. Persze én voltam a Jani, én ugye ott voltam a cséplőgép javításánál, és én magyaráztam a többi gyereknek, ide tettek egy szíjat, oda tettek egy szíjat, ez a kerék ezt hajtotta, az a kerék azt hajtotta, én oktattam a többi gyerekeket. Én, mint gyerek, hát a nagyszülők lehet, hogy tudták már, hogy mi lesz ebből. Én például nem tudtam még semmit. Én gondoltam, hogy hát, biztos valahogy fogságba viszik őket, vagy olyan helyre. Hát azt nem tudtam, hogy munkára fogják vinni őket. Bár ők nekik is azt mondták először, hogy kis munkára viszik őket itt az országon belül. Pedig hát nem egészen úgy volt, útközben tudták aztán meg, hogy hol fognak ők kikötni. Több napon keresztül, talán egy héten keresztül utaztak a vonaton. Hát ez még januárban volt, elég hideg idő volt. Hát volt ugyan minden vagomba berakva egy kis kályha, meg egy külön vagomba volt tűzifa, és akkor minden reggel osztottak szét, megálltak valahol, osztottak szét a vagonok között a tűzifát, és akkor tudtak egy kicsit fűteni. Na de hát egy marha vagomba mit ér ez a kis kályha? Nem tudom megmondani, hogy hányan lehettek egy vagomba, de egy 25-30-an biztos voltak. Mi, amikor kivittek bennünket Németországba, akkor mi is, több család volt egy vagonba elhelyezve, és ott voltunk. Nekünk ugyan nem volt bezárva az a vagon ajtó jó időben, hát mi már úgy március végén, április elején került ki, akkor már aránylag jó idő volt. Akkor volt, amikor nyitva volt a vagonajtó, akkor mi gyerekek odaültünk az ajtóba, ott egymás mellett négyen, öten elfértünk, persze vigyázva arra, nehogy véletlenül valamelyikünk kiessen, és hát úgy nézgelődtünk. Nekünk gyerekeknek eleinte nem volt ez egy olyan nagyon nagy tragédia,
nekünk egy élmény volt szinte, mert mi gyerekként innen elekről egy lépést ki nem tettük a lábunkat, csak itt voltunk eleken, és hát ez volt a játszóterünk, mi egymás, és nekünk ez egy újdonság volt vonatozni ilyen messzire, idegen helyre, olyan helyre, ahol még soha nem jártunk. Nekünk ez egy élmény volt. Eleinte ezt annak vettük, annak fogtuk fel. Tehát nem gondolkoztunk mi azon, hogy jaj, mi lesz ennek a vége. Azt se tudtuk, hogy húzamosabb ideig visznek, vagy örökre visznek minket oda, vagy hogy mind. Megálltunk több helyen is. Legjobban arra emlékszem, hogy ilyen megálláskor, hogyha tudtuk előre, hogy hosszabb időn keresztül fogunk állni, akkor az asszonyok hozzáfogtak valamilyen formában valami főtt ételt készíteni. Volt például olyan, hogy persze hát min, kereskéltek addig, amíg találtak 2-3 követ, akkor raktak rá valami lemezt, amit szintén úgy találtak a vágányok mellett valahol, vagy mit tudom én, és akkor arra rakták a fazekat, vagy a lábost, és raktak alá tüzet. Történt egy nevetséges eset, hogy nem vette észre senki, hogy az a lemez, amit találtak, az ilyen cin lemez volt. Ez a cínlemez, ez pedig láng hatására fogja magát, és szépen elfolyik. Hát rátette az én keresztanyám pont a fazekat, rakott alá tüzet, egyszer csak látja, hogy a fazék dől el, és kifolyik minden belőle. Na, ez volt az egyik. A másik eset, majdnem szomorú eset volt, pont a nagyapámmal történt, méghozzá valahol Ausztriába. Ott szintén egy, nem tudom, vasútállomás közelébe valahol, vagy a vasútállomás területén állt meg a vonat, ezt nem tudnám pontosan megmondani, csak az öreg apámnak volt az a rossz szokása, hogy ő pipázott. Na, egyik alkalommal valaki a vagontársak közül véletlenül lelökte valahonnan a pipáját és rálépett. Ilyen hosszú szárú pipája volt. Eltört a pipa szára. Na, nagyapámnak a bánatára, hát mit csináljon most, hát nem tudott pipázni. Persze a többi utastárs örült neki, mert hát csak nem volt valami kellemetlen szaga annak a pipának. Na, megszabadultak ettől a szaktól. De aztán az apám, a nagyapám nem nyugodott addig, amíg a következő állomáson vagy megállóhelyen megálltunk, akkor még ő kérdezte ottan a valakitől, a vasút környékén, hogy meddig fog állni a vonat. Hát azt mondja az illető, hogy hosszabb időn, 2-3 óra hosszáig is fogunk itt állni, mondja az illető. Na, akkor ő fogta magát, vett magához egy bicskát, elindult, volt ott ilyen bokros, fás rész, és addig keresett, míg talált egy olyan bokrot, amelyiknek a gajából a belső beles részt azt ki tudta valami dróttal piszkálni, és abból faragott magának egy pipaszárat. Vagyis ez volt a terve. Igen ám, elég messze kalandozott el a vonattól, egyszer csak hallja, hogy szól a vonatnak a sípja. Gyorsan fogja magát, na, ez lehet, hogy a mi vonatunk. Hát, mire visszaért a helyre, már hűlt helye volt a vonatnak. Ő meg ott maradt. Na, fogta magát, bement az állomás területére, és hát ott valakinek elmondta, hogy hát hogy járt.
akkor ott pártfogásba vették, jöttek valahonnan, mit tudom én kik, csendőrök, vagy rendőrök, vagy kik, és elvitték valami helyre, ahol el tudták szállásolni, egy öregek otthonába, vagy olyan helyre. Mi kiértünk Németországba, majd elkerültünk már a végső helyünkre, lakásba, akkor a keresztapám, mert az a fia volt nagyapámnak, elment valahova Vöröskereszthez, és ott elmesélte, hogy hogy járt a nagyapám, és akkor ott fölvettek minden adatot, adott nekik egy fényképet is róla, és akkor kezdték keresni. Na, egyszer csak jött egy levél a Vöröskereszttől, hogy megtalálták nagyapámat Ausztriába valahol, leírták, hogy hol, és bármikor egy családtag, ha jön érte, akkor kiadják. Na, akkor az egyik, a legidősebb unokabátyám, az lehetett már akkor 18-20 éves, az fogta magát, elutazott oda, és elhozta nagyapámat oda, ahol mi tartózkodtunk. Főleg nagyanyám az volt nagyon oda, szinte beteges volt addig, amíg nem tudtuk meg, hogy tényleg, na hát megtalálták, és megvan, él, stb. Tehát akkor már egy kicsit megnyugodott. Úgyhogy aztán, amikor visszatért, akkor egy ideig még ott volt velünk. Tehát visszaért a nagyapám oda, és akkor ott volt velünk együtt. Össze-vissza abban a lakásban, ahol voltunk akkor, ez volt egy olyan másfél szobás lakás, egy kisebb szoba, meg egy nagyobb szoba, volt egy konyha, mellékhelyiség, meg egy kis kamra. Semmi egyéb, de ebbe voltunk 10. Keresztszülők, férj-feleség, nekik volt 5 családjuk, én voltam, és a nagyszüleim. Össze-vissza 10. Heidelberg mellett van, nem tudom, tetszik tudni, Heidelberg körülbelül melyik részen van, ott a Rajnától nem messze, egy kis parasztközségben, nem városban. Városba értünk akkor, mikor megérkeztünk, és a vonatról leszállítottak bennünket egy gyűjtőtáborba. Ez a gyűjtőtábor, ez egy ilyen grófi kastélyféle, vagy ilyes valami, egy nagyon nagy épület volt, de nem benne a kastélyba helyeztek el bennünket, hanem a gazdasági épületekbe. Az istállók ki voltak ürítve, persze szépen tisztára ki voltak meszelve, ki voltak takarítva, de ágy ilyesmi nem volt, csak szalma volt leterítve 2 oldalt a fal mellett, és hát azon volt az alvóhelyünk. Ott tartózkodtunk ezen a helyen körülbelül egy olyan 6-7 napig, és utána egyik nap kijelentették, hogy reggelre készüljön mindenki el, mert jönnek a teherképkocsik, és pakoljuk össze a holminkat, és akkor szétosszák az embereket ott a környékbe. Ez volt Hockenheimba. Ez a Hockenheim, ez híres arról, hogy ott szokták rendezni az autóversenyt Németországba. Akkor csak az a szerelvény nép volt ott, akikkel együtt mentünk mi. És hát voltak ott ugye ilyen kiszolgáló személyzetek, akik németek voltak, ott főztek nekünk, ott kaptunk evőeszközt, tányért, mi egymást, és hát főtt ételt kaptunk minden nap 2-szer, meg hát rendes reggelit, úgy aránylag jó volt az ellátás.
nem lehetett panaszunk, szabadon mozoghattunk, tehát nem volt lezárva kapu, vagy ajtó, vagy ilyesmi, szabadon mozoghattunk ott. Mi gyerekek ki is mentünk néha, amikor olyanunk volt a közeli vár, mert ez valahol a város szélén volt valahol ez a kastély, és bementünk a városba, ott körülnéztünk, ott persze bámultuk a kirakatokat, főleg az élelmiszer kirakatokat, bár nem éheztünk ott, de mégis hát újdonság volt az, hogy ugye a hentes üzletek kirakatai olyan étvágygerjesztő dolgokkal voltak tele, hogy na hát szerettünk volna egy kis valamit, de jó volna ebből enni, de hát nem lehetett. Na elég az hozzá, ott mondom, körülbelül 6-8 napig tartózkodtunk. Hát itt Eleken otthon a szülők közül csak az eleki tájszólást, németet beszéltük. Magyarul mi gyerekek alig tudtunk. Annyit igen, hogy igen, vagy nem, vagy na hát piros, vagy kék, vagy fehér, elég az hozzá, hogy úgy egy pár szót tudtunk magyarul, de általában az volt a szokás, hogy gyerekkorukban a gyerekek csak ezt a sváb nyelvet beszélték, majd később aztán, amikor már ugye iskolába kerültek, akkor kezdték a magyart beszélni. Én magam is első osztályban, amikor kerültem, akkor nem tudom, az első vagy a második évet is, de tudom, hogy egy évet biztosan német nyelvű iskolába jártam. Mi még annak idején a német gót írást tanultuk gyerekkoromban, az első osztályban. Erre még emlékszem határozottan, hogy mutatta a tanítónő, hogy kell a gót írás, gót betűket írni. Elég az hozzá, hogy na, ezt tanultuk. Beszélni, mondom, az utcán ezt a eleki nyelvet beszéltük, és ebből kifolyólag aztán nekünk, mikor kiértünk Németországba, egy kis szerencsénk volt ebben, hogy jobban boldogultunk a német nyelvvel, mint azok, akik egy szót se tudtak németül. Mert olyan gyerekek is voltak, olyan helyről is voltak, akik egy szót se tudtak németül, csak ott kint tanulták meg. Nekem azért, nem csak nekem, hanem az unokatestvéreimnek is, azért annyi szerencsénk csak volt, hogy hát némileg csak jó, volt olyan szó, amit ugye a németek másképp mondtak ki, mint mink itthon Eleken, mert azt mondják azért, még egy eleki ember is, aki ide járt valamikor az Egyesületbe, de kint lakott Németországba, de mikor ide jött Elekre, akkor leginkább, mikor volt valamilyen gyűlés, akkor beszélgettünk, ide jöttek, a felesége németországi volt, és akkor ez az ember mondta, pedig eleki ember volt, eleki születésű, hogy ez az eleki német nyelv, ez borzasztó csúnya. És nagyon, nagyon szószegény. Tehát kevés szó, de azért tudtunk vele boldogulni. Volt olyan szó, amit az ottani németek eleinte nem értettek meg, nem tudták, hogy mit mondjuk. Aztán, ha nem észrevettük azt, hogy nem értik meg, hát akkor elmagyaráztuk, és akkor így azért valahogy csak boldogultunk. De azért általában az ottani németek nem nagyon kedveltek bennünket. Úgy, mint magyar cigányok. Mikor kiérkeztünk, és akkor legelőször beszéltünk valamilyen német családdal, vagy valami, akkor csak úgy fogadtak bennünket, hogy
hát ezek magyar cigányok. Persze főleg az idősebb asszonyok, azok még azokban hosszú, sötét ruhákba jártak abban az időben, és hát úgy is néztünk ki. Szinte azt lehet mondani. Tehát egyszerűbb volt a ruházatunk, mi egymás. Nem is csoda tényleg, hogy annak néztek bennünket. De később aztán, mikor már 2-3 év is eltelt, és már a fiatalok is idősebbek lettek, akkor már kezdtek rájönni, hopp, ezek érdekes emberek. Ezek dolgos emberek, mert ugye a férfiak, asszonyok is igyekeztek, addig jártak utána, míg valahol munkahelyhez jutottak, és akkor elkezdtek dolgozni, és hát dolgoztak, hogy na hát könnyebb legyen a megélhetésünk, mert bizony nehéz volt ott a megélhetés, mert Németország is ugye háborúvesztes ország volt, nagyon szét volt verve, főleg nagyobb városok. Jártam olyan városra még 3-4 év után is, miután kiérkeztünk, hogy még nagyon nagy területek is a város közepén egy sík mező volt az egész, a romhalmazok eltakarítva, és semmi ház, csak valahol messze lehetett látni, hogy itt áll még egy félház, ott áll még egy félház, amiben laknak. A fele olyan állapotban maradt, hogy na hát még lakható volt. Nem szerettek ők ott lenni. Hogy azt mondjam, én miután hazajöttem 51-be, akkor legközelebb 68-ban mentem ki látogatóba, rokonlátogatásba. Akkor már nős voltam, a feleségem is jött velem, az édesanyám is, tehát hármasba mentünk, és hát kint ugye szinte az egész rokonságot majdnem végigjártuk. Többek között elmentünk a keresztapámékhoz is. Már nem ott laktak, ahol azelőtt, mikor én ott voltam, hanem a szomszéd városba. Behívtak bennünket a lakásba, beszélgettünk ott erről, arról. Azt mondja a keresztapám, te Gyuri, mit szólnál hozzá, hogy mi összepakolnánk a holminkat, ami vihető, és visszatelepülnénk Magyarországra? Mondtam neki, mondom, most jól figyeljen ide. Mondom, látom, maguk itten jó sorban élnek. Lakásuk persze nem volt ők nekik még akkor, sőt, ők egyáltalán nem is jutottak saját lakáshoz, bérbe laktak, de azért be voltak bútorozva, volt mit enni, volt mit fölvenni, mi egymás. Itthon ők nagyon szegényes módban éltek, de ott mondom, volt mindenük, mondtam neki, mondom, maradjanak maguk itt, ahol vannak, és örüljenek, hogy itt vannak, mert otthon, Magyarországon, még abban az időben nem tudnának ilyen módban élni. És nagy nehezen, pedig azt mondta, hogy hát ő nem hinné, hát ő dolgozna, hát hogy dolgozna, hát ő már akkor közel 80-hoz volt. Hát mondom, nyugdíjat is alig kapna, nem hogy dolgozni, hát ilyen erőnlétben így nem lehet már egy családot fenntartani, vagy is hát kettőjüket. Mondom, maradjanak, nyugodtan maradjanak itt. Mondom, én sem akartam annak idején, mikor sor került arra, hogy visszatelepüljek Magyarországra, én sem akartam, mint gyerek visszamenni Magyarországra, mert én akkor már
össze-vissza 6 éven keresztül a szüleimet egyáltalán nem is láttam. Mert ők ugye Ukrajnába kerültek 45. januárba, és 51. januárba kerültem vissza hozzájuk. Ez alatt nem láttam őket. Én nem akartam visszamenni Magyarországra, de azt mondta a nagynéném, őtől nyugodtan ott maradhatnék, mert ő annyira szeretett bennünket, vagyis engem, mintha a saját gyermeke lettem volna, úgy is nevelt, és tőle nyugodtan ott maradhatok, de azért hát csak fiatalkorú vagyok, és nekem azért csak ott van az helyem a szülők mellett. És az édesanyám, mikor már itthon voltam, már édesapám nem élt, egyszer azt mondta nekem, te Gyurikám, most akarok valamit kérdezni tőled. Mondom, kérdezd. Azt mondja, miért vagy te olyan furcsa, idegen hozzám? Meg amíg édesapád élt, ő hozzá is olyan idegen voltál. Mondom, idegen? Hát mondom, nem tudom. Mondom, hát én nem úgy érzem, de hogyha te azt érzed, akkor hát sajnálom. Addig-addig faggatott, míg azt mondtam neki, most jó, légy szíves, hallgass meg, és ne haragudj azért én rám, mivel hogy ezt mondom, amit fogok mondani. Mondom, én 7 éves, 8 éves gyerek voltam, mikor tőletek elkerültem. 6 évig szinte alig hallottam rólatok valamit, nemhogy találkoztunk volna. Majd 6 év után kezdtem, vagyis kerültünk megint össze. Mondom, én a 6 év alatt, főleg az utolsó időben, annyira elszoktam a szülőktől, hogy most ne haragudj, ezért a szóért lehet, hogy haragudni fogsz, de meg kell mondjam az igazságot. Mondom, szinte azt lehet mondani, hogy nem hiányoztatok. Akkor majdnem elájult az anyám. Mondom, én elhiszem, hogy ez rosszul esik neked, de el kellett mondjam, hogy megértsed, hogy miért vagyok ilyen, amilyen vagyok. Persze, mondom, egy gyerek, aki gyerekkorától kezdve nagykorúságáig együtt van a szülőkkel, az valahogy másképp van, mint én vagyok. Na, akkor egy kicsit, hát picsergett, sírt, akkor a végén, mikor megnyugodott, azt mondta, Gyurikám, köszönöm szépen, hogy őszinte voltál, most már megértem a dolgot. Ez az első években volt így, de utána aztán csak helyreállt azért a dolog. Végül is nem haragudott ő érte, tehát megértette a dolgot. Úgyhogy végül is helyreállt a családi béke. A keresztanyám valahogy olyan volt, hogy nem volt semmi beosztás nála. Nem tudta beosztani azt a keveset, ami volt, és ha volt, akkor minden volt, ha elfogyott az a minden, akkor szinte semmi nem volt. Én addig, amíg ők náluk voltam, ez nem tudom pontosan megmondani, de körülbelül 2 év lehetett, én annyit éheztem, hogy szinte nem lehet mondani, hogy egyszer is jól laktam volna. Étkezés után, hogy jól lakott, lettem volna. Tehát annyira, tehát nem ismert semmi beosztást a keresztanyám.
Mondom, ha volt, akkor volt minden, ha nem volt, akkor... Megtette azt például, mert nem csak én voltam így, de az ő gyerekei valahogy jobban el tudták viselni ezt a dolgot, mert ők itthon is szegényen éltek. Nekem azért, mint egyedüli gyerek, meg hát apám nem napszámos volt, anyám se, anyám ugyan a háztartást vezette otthon, és a házba, a kertbe ott termelt, amit tudott, meg hát végezte a házi munkát, de apám, mondom, hogy sokszor két helyen is dolgozott nyári időszakban, és hát volt mindenem. Most nem azt mondom, hogy dúslakodtunk a sok mindenbe, de ha éhes voltam, mentem, annyi szeretnék valamit enni, akkor vett egy szelet kenyeret, ha nem volt más, megkente lekvárral, vagy zsírral, vagy mit tudom én, valamivel. Tehát mindig volt mit enni, nem kellett egyszer se éhezni. És mondom, a keresztszülők azok valahogy egész másképp voltak. Ők, amikor itthon voltak, akkor is házuk nekik soha nem volt, saját házuk, mindig valahogy lakbérbe laktak, egy kis kunyhóba, vagy mit tudom én, tehát szegényes sorsban. Mégis haza akartak jönni. Mégis haza akartak jönni. Csak azért, mert na hát, otthon vagyunk a hazánkban. Szóval volt az iskolába probléma, mert az ottani gyerekek közül néhányan állandóan csúfoltak bennünket, magyar cigányoknak, mi egymás. És hát ezáltal ugye nem volt a legjobb kapcsolat köztünk egyesekkel. Van, amelyikkel nagyon jól megértettük egymást, barátkoztunk mi egymás. Elég az hozzá, hogy én mindig mondtam nekik ennek az osztályban volt körülbelül 3 vagy 4 gyerek, akik ezt csinálták. Persze olyan osztály volt, mert kis község volt, 400-500 fős lakosa volt a községnek, hogy össze-vissza csak 2 osztály volt. Alsó tagozat, felső tagozat. Na, mink ugye általában korunkhoz valókkal barátkoztunk, akivel barátkoztunk, és ezek állandóan maceráltak bennünket, mi egymás. Én aztán mondtam ezeknek, mondom, ide figyeljetek, hagyjátok abba ezt. Egyszer nagyon meg fogjátok járni. Persze én már akkor úgy eléggé jól megtermett gyerek voltam, magasságomra is, meg mi egymás, annak ellenére, hogy kevés volt az ennivaló, de azért volt erő, mert majd el fogom mondani, hogy minél fogva. Aztán, hát ezek csak nem hitték, hát azt csak magyaráz. Egyik napon, mikor mi a lakásunk, mert a mi lakásunk az iskola, padlásterébe volt kiépítve. És ahhoz, hogyha valahova elmentünk a községben, akkor az iskola udvaron keresztül kellett, hogy menjünk. Egyik nap én nem voltam iskolába, volt tanítás, de nem valami miatt nem tudom, miért nem mentem. Valahova elmentem, és visszajövet alkalmával, pont készültem, hogy na, bemegyek az iskola udvarra, mert nem volt az lezárva kapuval, csak egy kerítés volt, de ilyen kis kapu nélküli kerítés, egy lépcső vezetett föl, hegyes vidék volt. Láttam az egyik ilyen kötözködő gyerek, megy ki az udvari WC-be. Ő nem látott engem. Na, gondoltam, ezt most el fogom kapni, és kiosztom.
odálltam a vécé sarka mögé, és vártam, egyszer hallom a lépéseket, hogy jön. Mikor odaért a sarokhoz, kiléptem elébe, mondtam neki, na, mondom, ide figyelj, én már megígértem neked, hogy egyszer ki foglak osztani, de mondom, úgy nem mertem soha, hogy a többiek is ott voltak, mert hogyha rám rontanak mind a hárman, négyen, akkor nekem végem. De mondom így, egyedül, ha van, akkor nem félek tőle. Elkezdtem és csépeltem a fejét, meg a hátát, meg a nyakát, meg ahol értem. Ez elkezdett ordítani, mint egy sakál. Persze ez nyári időszakban, vagy tavasz időszakban volt, a tanterem ajtaja, vagyis ablakai nyitva voltak. Egyszer látom, hogy ki néz a tanár az ablakon. Kiabált rám, de csak rám, hogy Wittmann, rögtön hagyd abba. Na, gondoltam, abba hagyom, hát most mind kapott már eleget. És másnap, mikor mentem iskolába, akkor bejött a tanár, az első szava az volt köszönésen kívül, hogy szólította az én nevemet, meg a másiknak a nevét. Na, gyertek ki! Kimentünk, kérdezte tőlem, hogy miért verekedtem, mert ő látta, hogy én, csak én ütöttem őt, tehát ő nem mert engem ütni. Miért csináltad ezt? Mondtam neki, hogy miért. Mondom, én figyelmeztettem őtet, hogy hagyja abba ezt a macerálást. Mondom, ez borzasztó volt, amit már csinált. Mondtam neki, hagyja abba, mert ha nem, akkor majd én lerendezem. És mondom, ezért csinál. Na és miért nem szóltál nekem, hogy mit csinál? Hát mondom, én gondoltam, hiába szólok tanár úrnak, de úgyse tesz érte semmit, gondoltam, én lerendezem a dolgot. Na, akkor kérdezte a másikat, hogy ő miért csinálta ezt. Hát mondja, hogy azért, mert ezek, na, flüchtlinge, tehát szökön, na, nem szökevények, hanem menekültek, mi egymás, magyar cigányok, meg mi egymás, ezeket hangoztatta. Na, azt mondja, ide figyeljetek, dűljetek rá ide az első padra, mind a ketten egymás mellé. Ő neki volt egy ilyen hosszú, miért fel, ilyen bambusznát pálcája, amit használt is olyankor. Elővette a nádpálcát, és kiosztott bennünket. Egyet neki, egyet nekem, egyet neki, egyet nekem. Hát, mikor abba hagyta, nem tudom hányat kaptam, legalább 10 a fenekemre. Hát úgy fájt már a fenekem, hogy nem tudtam leülni. Gondoltam, na, miután ez megtörtént, a többiek is abba hagyták ezt a dolgot. Mert én mondtam nekik utána, mondok, láttátok, hogy mi történt? Mondom, ha nem hagyjátok abba, ti is így fogtok járni. Soha többet nem volt ilyen. Utána olyan jóba lettünk szinte mindegyikkel, hogy egyik nap összebeszéltek, én is ott voltam ugyan, és hogy na, hétvégén, vasárnap csinálunk csak mi gyerekek egy osztálykirándulást. Ott a hegyeken keresztül, ebből a községből körülbelül 10-15 kilométer, inkább 15 kilométerre lehetett Heidelberg városának a hegye. Ezt úgy hívták, hogy Königstuhl királyszéke.
hogy elmegyünk erre a hegyre, ott volt egy kilátótorony, mi egymás, csinálunk egy ilyen kirándulást, gyalog az erdőkön keresztül. És hát ezt megoldjuk. Én mondtam nekik, ide figyeljetek, ti menjetek, én nem tudok menni, mert tudjátok, hogy én hol élek, kivel élek. Mondom, nekem nem tudnak útra valót készíteni semmit, hogy egy kis uzsonnát, vagy ebédnek valót. Mondom, így meg nem megyek, nem tudok elmenni, mert ha itthon vagyok, akkor csak kapok egy ebédet, és hát nem fogok éhezni. Akkor oda jöttek egy pár hozzám, mert ők ugye, mivel odavalósiak voltak, nekik csak volt egy kis gazdaságuk, tehát jobban volt élelmük, mint nekünk. És azt mondták, hogy ide figyelj, nyugodtan gyere te is, majd mi egy páron összebeszélünk, mindenki visz egy kis valami ennivalót, vagy egy összeragasztott vajas kenyeret, vagy mit tudom én, más valamit, vagy egy kis szalámis kenyeret, vagy felvágott kenyeret, még ilyesmit. Nyugodtan gyere te is, majd ha evésre kerül a sor, akkor mi ellátunk téged, kapsz te is, nem fogsz éhezni. Na erre föl aztán határoztam magamba, hogy na, akkor csak megyek. Mentem is, csak este, mikor hazaértem, akkor volt nagy baj. Mi volt ez a baj? Az, hogy mint egy gyerek, ugye szórakozott, el voltunk ott foglalva a látnivalókkal, egymással, mi egymás, lepihentünk valahol, melegünk lett, akkor volt nekem egy ilyen ujjatlan mellény, ilyen kötött mellény, levettem azt magamról, és mert melegem volt. És volt egy ilyen táskám, aminek volt egy ilyen füle, amit be lehetett akasztani. Ráraktam ezt a pulóvert, mert mikor mentünk tovább, nem akartam fölvenni, mert melegem volt. Beleraktam abba, és bekapcsoltam ezt a lehajtóját. És hát megfordítottam, hogy itt a hátam mögött legyen a táska. Mikor hazaértem, akkor vettem észre, nem volt benne a mellény. Biztos menet közben ott valahogy kicsúszhatott, vagy valami, és elhagytam. Kérdezi a keresztanyám, hát a mellényed hol van? Mondom, sajnálom, de valahol elmaradt, elhagytam. Ő mindjárt ment, szólt a keresztapámnak, hogy én mit csináltam. Jött a keresztapám oda, volt egy ilyen széles derékszíja, kihúzta a derékszíjat a nadrágjából, na, dőj oda le. Hát azt hiszed, hogy mi csak úgy szereztük azt valahol, azt a mellényt, meg mi egymás is mondta, és mondta, és nem tudtál rá vigyázni, most milyen károd van, meg mi egymás. Hát mondom, sajnálom, de hát megtörtént, hát mondom, visszamentem én, hogy hát, ha megtalálom, de hát már elég messze voltunk, hát nem tudtam már. De úgy elvert, azt hittem, hogy ott maradok. Na, ez volt a kirándulásnak a vége. Én, amíg kint voltam, össze-vissza négy helyen voltam. Rokonoknál mindenütt, vagy nagybátyám, vagy nagynéném, de négy helyen voltam. Itt ezen a helyen körülbelül két évig voltam. Addigra, vagyis addig, ugye nem nagyon tudtak a kitelepítettek egymásról, hogy kik hova kerültek. De lassan-lassan hol találkoztak valahol egy elekivel, hol evvel, hol avval, így egymástól hallották, hogy ki hol van. Mert szétlettünk mi ott kint szórva úgy,
hogy borzasztó. Az egyik asszonytól, nem tudom már pontosan a nevét ennek az asszonynak, azt találkozott az egyik nagynénémmel, és azt tudta, hogy hol vagyok, mert ő ugyanebből a községben volt. Azt mondta a nagynénémnek, hogy hát ide figyelj, a Gyuri az itt és itt van, Waldhilsbachban, és a Braun családnál. Na, akkor így lassan egymásról tudtak az emberek, hogy kik hol laknak. És akkor ettől az asszonytól sok mindent tudtak meg, hogy én milyen körülmények között vagyok ott. És akkor összeült a család, és megbeszélték, hogy engem tovább nem lehet ott hagyni. Engem valamilyen formában el kell hozni onnan, és majd ők gondoskodnak a nevelésemről, meg az ellátásomról. Én egy vasárnap délután, ebéd után volt valamikor, lementem az iskola udvarra, ott voltak ilyen műkő pillérek, körülbelül ilyen magasak voltak kerítésként, ott ilyen gömb díszfák voltak, az egyik ilyen díszfának az árnyékába odaültem az egyik kőpillérre, és ott gondolkoztam, vagy mit tudom én, el voltam ott gondolkozva. Pont arccal arrafelé ültem, ahogy jön be az út az iskola udvar felé. Egyszer látom, a sarkon elfordul egy csoport, egy-két asszony, egy-két férfi, meg egy gyerek. Nézem őket, hát körülbelül olyan messze lehettek, mint a túlsó oldali fal. Nézem ezt a gyereket, mondom, ez az én unokatestvérem, akik itthon szomszédok voltak velünk. Nézem a felnőtteket, hát ez a nagynéném, ez a nagybátyám, hát hogy kerülnek ezek ide? Oda, mert biztos kérdezték, hogy hol lakunk mi, és akkor mondták az iskola épületbe, elég az hozzá, odaértek hozzám, Gyuri, hát te itt vagy, itt, hol laktuk? Mondom, itt fönt ebbe az épületbe, a padlástérbe. Na, azt mondják, ide figyelj, megtudtuk, hogy te itt vagy, és milyen körülmények között vagy, és úgy döntött a család, hogy elviszünk innen téged. Hát mondom, jó, már is, hát még ma. Hogy na, vezessem őket föl a lakásba. Itthon vannak a keresztszüleim? Mondom, itthon. Följöttek, és akkor ott elmondták, hogy mit hallottak. Persze a nagyszülő, vagyis a keresztszülőknek nem tetszett nagyon ez, és tagadtak mindent. Az nem így van, meg mi egymás, hogy mi, ők mennyit kínlódnak velem, meg stb. Stb. Na pont azért, hogy ne kelljen kínlódjatok vele, fogjuk a gyereket és visszük haza. Csomagoljátok össze a holmiát, ami van, és már itt se vagyunk. Na, így elvittek engem. Egy másik helyre, ez Mannheim közelébe volt ez a falu. Oda azért vittek akkor, mert az a nagybátyám, vagyis a nagynénémnek a férje, mert a nagynéném még nem volt akkor kint Németországban, ő is Ukrajnában volt, és még itthon volt Magyarországon. De a nagybátyám az ő szüleivel ott voltak, meg a két gyerekével. És ő az amerikai csapatoknak a konyháján dolgozott, mert ő neki pék volt a szakmája, és hát ott befogadták, és ott dolgozott,
hogy most konyhai munkát, vagy csütött is valamit, azt nem tudom, elég az hozzá. Ők ott az amerikai konyhán, ami volt maradék étel, meg mi egymás, ami még ehető volt, meg olyan dolgok, konzervek, stb., amiknek lejárt a szavatossági ideje, de még jó volt, kiadták a dolgozóknak, akik, mert ugye német származású dolgozók voltak ott a konyhán, meg a laktanyában. És így ő elég sok ilyen olcsó, hát ingyen kapták. Ételhez jutott hozzá, úgyhogy alaposan föl tudta javítani az élelmiszer készletet. Elég az hozzá, oda kerültem. De rövid ideig, mert olyan körülmények között laktak, egy iskola épületnek volt két üres tanterme, és az oda, abba a községbe telepített személyeknek, vagyis személyeket, azokat ebbe a két tanterembe helyezték el, de egy tanterembe több család. Úgyhogy a tanterem közepén volt egy olyan jó méter széles folyosó, jobbról ágyak, ilyen emeletes ágyak, majdnem egymás mellett, hát annyi, hogy a két ágy, vagyis az ágy közé be lehet menni, és a másik oldalon is. És akkor ott egy-egy család úgy volt elválasztva egymástól, hogy lepedőkkel, meg ilyen dolgokkal, ugye az ágy oldalára akasztották föl, és hát előről be lehetett minden családhoz látni. Na, ilyen körülmények között laktak még ők, azt mondták, hogy egy rövidebb ideig tudnak ők engem ott tartani, de tartom, hosszabb ideig nem. Akkor azt mondta az egyik nagybátyám, ők nekik is most ez rövid időn belül alakul a lakáskörülményük, és ha kialakult a helyzetük, akkor ők elvisznek oda magukhoz. Nekik nem volt, két lányuk volt ugyan, az egyik már férnél volt, a másik még otthon volt. Na, volt nekik egy jómódú paraszt családnál egy szobájuk, egy üres szobát kaptak, és ott laktak ők, egy szobába, semmi más. De ott jó körülmények között voltak szintén, mert jó módú paraszt család volt, vágott disznót, volt neki 10 tehene, mi egymás, tehát volt tejtermék, volt húsféle, besegítettek neki a gazdasági munkákba, a házkörüli munkákba, meg a földeken is szabad idejükbe, segítettek neki, és ennek ellenében ugye ők elég sok élelmiszert kaptak, és így jó volt az élelmiszer ellátás. Ott voltam körülbelül egy évig ezeknél. Ott aztán, hát persze vallásos község volt ez a község, ez Bajorországban volt, Nördlingen városa közelébe, és fele körülbelül a községnek volt evangélikus, a másik fele katolikus. Hát két iskolája is volt a községnek, én a katolikus iskolába jártam, és a pap tanította a hittant a iskolába. Akkor a pap beszervezett engem is minisztrálni a templomba. Na, mentem. Na, ott tudta aztán meg egy pár napon belül, hogy én hol vagyok, mi egymás, gondolt egyet, anélkül, hogy megkérdezte volna a nagybány vagy a nagynénémet, hogy teheti-e vagy nem. Fogta magát, vasárnap prédikáció után kijelentette,
hogy itt van egy gyerek a községben, itt és itt ezeknél a személyeknél tartózkodik, vagy lakik, a szülei otthon vannak Magyarországon, és a gyerek nagyon le van gyengülve, mert beteges voltam én akkor már. Ugye az első helyemtől, hogy a rossz élelem miatt, vagyis a kevés élelem miatt, elég az hozzá, kijelentette azt, hogyha volna egy család, vagy több család, akik ezt a gyereket egy-egy vasárnap, vagy szombati napon magukhoz meghívnák egy ebédre, azok jelentkezzenek a plébánián. Hát erre a hirdetésre jelentkezett egy család, volt egy idős házaspár, és annak a lánya, meg a vejük, és azoknak volt két gyerekük. Azok jelentkeztek, hogy ők nagyon szívesen meghívnak engem minden vasárnap ebédre. Na, ez még tetézett abba, hogy na hát még jobb sorsra jutottam, és rendszeresen oda is jártam hozzájuk minden vasárnap, minden vasárnap. Itthonról írtak a szüleim egy levelet ki, hogy ők hallották, hogy megjelent egy olyan rendelet, hogy el lehet intézni az ilyen családok, akik háború alkalmával szétlettek szakítva, mint ugye a mi esetünk is, ezeket hivatalosan megint össze lehet vonni. Na, akkor ők kiírták ezt, hogy ők intézkedni fognak, hogy megkapjam az engedélyt erre. Mikor a nagynéném ezt megmondta nekem, akkor én azt mondtam neki, hogy én nem akarok hazamenni. Mondom, én itt maguknál úgy megszoktam, és olyan jól bánnak velem, és mondom, én legjobban örülnék, ha itt maradhatnék. Hát azt mondja, négy Gyurikám, hát azért neked otthon megvannak a szüleid, mind a ketten élnek. Azt mondja, a rendje csak az lenne, hogyha te visszakerülnél a szülőkhöz, és hát ott nevelkednél tovább. Azt mondja, én se szívesen válok el tőled, mert mi annyira megszoktunk téged, hogy mintha a saját gyerekünk lennél, és azt mondja, gondolkozzak el ezen. Hát akkor elgondolkoztam, hát gondoltam magamban, hát igaza van nagynénémnek, hát akkor fölkészülök arra, hogy majd, ha megjön az ideje, akkor eljövök kintről. Kint az iskolába is nagyon jó helyen volt, nagyon jó tanárunk volt, és mindent megtett az osztályáért, tehát ezért is szerettem kint lenni. Megszoktam az 5 év alatt a kint létet. Nekem, mikor aztán egy szép napon, úgy karácsony előtt való napokban megjött az útlevelem, kiküldték, meg minden szükséges iratot elküldtek, és akkor hát intézkedett a nagynéném, hogy mikor indulhatnék el, és akkor mondta, hogy na, ekkor és ekkor szállhatsz vonatra, összepakoljuk a holmidat, mert nekem volt, tehát a szülők részéről is volt sok mindenféle kint, amit innen vittünk ki, ágyneműket, meg hasonló dolgokat, úgyhogy elég sok csomagom volt. Kezdték összecsomagolni mindent, és akkor az adott napon, akkor mi Heidelberg mellett egy
egy kis városkába laktunk, 5-6 kilométerre lehetett a várostól, be kellett menjünk villamossal Heidelbergbe, és akkor ott föltettek a vonatra a csomagokkal együtt. Hát a csomagok úgy lettek feladva úti podgyászként, a postakocsi vitte, avval nekem nem kellett törődnöm, csak a saját úti holmimmal, ami volt egy-két csomag. Na, úgy történt, hogy felszálltam a vonatra, elbúcsúztunk, és hát akkor nem gondoltam, hogy soha többet nem fogok találkozni a nagynénémmel, és elindult a vonat, de úgy, hogy nem errefelé, hanem Kelet-Berlinbe indult. Ott aztán le kellett szállni, ott várt engem egy illető, az ottani, mit tudom én, milyen csapat, vagy mit tudom én, valahogy tudott az én érkezésemről, és ott az állomáson várt engem egy illető, odajött hozzám, kérdezte, hogy én vagyok ez, és ez mondom én. Na azt mondja, ő jött értem, ő intézkedik, hogy a csomagok, ami föl lett adva, azok bekerüljenek itt a raktárba, és most el fogunk menni egy telepre, ahol az ilyen összegyűjtött mindenféle embereket elszállásolták, és egy pár napot ott kell időzni, mert várható, hogy többen jönnek Magyarországra, és ott egy pár napot várni kell, hogy mire ezek az emberek összejönnek. Na, a vége aztán az lett, hogy egyetlen egy személy jött oda, egy férfi, az még háború előtt valamikor ilyen tanulmányi úton, vagy milyen formában járt Németországba, és úgy maradt kint, közben jött a háború, és ott ragadt. Na, az jött még velem, elég az hozzá, ott ebben a táborban megkaptuk a teljes ellátást, de mindenféle csavargó nép volt ott összegyűlve, sokan. Volt ottan hajléktalantól kezdve minden, csak rendes ember kevés volt. Elég az hozzá, volt olyan esetem is, hogy ott pihentem, ilyen fabarakokba voltunk elhelyezve. Egy este ott nem aludtam, csak pihentem az ágyon, egyedül voltam a helyiségben. Oda hallottam, hogy nyílik az ajtó, kinyitom a szemem, hát egy valaki, látásból ismertem azt az illetőt, mert barátkozott ebből az illetővel, aki szintén velem jött haza. Elég az hozzá, én úgy tettem aztán, mintha aludnék. Egyszer csak hallom, hogy közeledik felém, oda jön hozzám, és akkor levette rólam a takarót, kezdte itten piszkálni a nadrágomat, meg mi egymás. Hát nem tudtam, mit mondom, mit akar ez. És akkor egyszer csak felnéztem, azt mondtam, hogy hagyja abba, mit csinál, mondom, ne, hagyjon engem békén. De akkor magyarázott így, úgy, hogy vegyem le az alsó nadrágot, stb. Mondom, nem, szó se lehet róla. És ha nem hagyja abba, akkor elkezdek kiabálni. Na, akkor elment. Na, szóval ilyen esetek is voltak. Elég az hozzá, eljött az ideje, hogy na, látták már, hogy nem jönnek többen, akkor egyszer csak szóltak, hogy holnap reggel ekkor és ekkor indul a vonat erről a pályaudvarról, és készüljünk föl, hogy megyünk tovább. Na, hát ez egy felnőtt férfi volt már, egy olyan 40 év körül lehetett.
ez ismerte még jól a magyar nyelvet, én már magyarul szinte alig tudtam, hát hiszen mikor kikerültünk, akkor is keveset beszéltünk magyarul, csak a legszükségesebb dolgokat. Elég az hozzá, már itt-ott tudtam egy szót csak, na ő aztán gondoskodott rólam is, és intézkedett, de volt nekem egy kártyám is, egy tábla, azon rajta volt a nevem, honnan jövök, hova megyek, mi egymás. De hát, én szégyeltem azt a táblát, és akkor mindig bedugtam az ingem alá. Na, elindultunk Prágán keresztül, Pozsony, Budapest. Budapesten nem tudtam, hogy mi a helyzet, hogy vár engem ott valaki, vagy nem. Egyszer látom, 15-20 méterre, egy asszony integet felém. A kezébe néz valamit. Integet felém. És akkor kérdeztem, hogy én? Azt mondja, intett a fejével, igen. Akkor odajött a kocsi ajtóhoz, és akkor hoztam a csomagokat, leszálltam, és akkor mondja nekem, hogy hát az édesanyám fönt volt Budapesten, ők náluk, ez egy rokon asszony volt, az édesapám valami rokonának a felesége. És hát már nem győzte kivárni az időt, mert nem tudta pontosan, hogy mikor fogok én Budapestre érkezni. Minden nap kiment az állomásra, nem jöttem, teltek, múltak a napok, nem tudom mennyi idő telt el, hány nap. Azt mondta, hát ide figyelj ennek az asszonynak, hát nekem most már haza kell menni, hát otthon is vár a férjem, meg mi egymás, hát mit csináljak, azt mondja. Fogd magad, csomagolj össze, menjél haza, majd én minden reggel kimegyek az állomásra, és várom a Gyurit. Na, ez az asszony volt. Mondja nekem, hogy ő az, hogy rokonok vagyunk, mert én azelőtt soha nem láttam ezt az asszonyt. Elég az hozzá, azt mondja, most elmegyünk haza az ők lakásukra, nem tudom már pontosan, hogy hol laktak. Elég az hozzá, letesszük a csomagot, pihenek egy kicsit, mert ez volt így a délelőtti, kora délelőtti órákban, amikor érkezett a vonat. És akkor lefekszel egy kicsit, pihensz, és akkor ebéd után akkor elmegyünk a külügy vagy belügyminisztériumhoz, azt már nem tudom pontosan, ott be kell jelentkezzünk. Megyünk a rendőrségre is, mi egymás, és akkor ezt mind elrendezzük, és akkor hazajövünk, itthon nálunk fogsz aludni, és akkor holnap reggel megyünk Elekre. Fölülünk a vonatra, megyünk Elekre. Na, ez az asszony kísért egész Elekig. Itt megérkeztünk, hát a szülők vártak az állomásnál. Nekem furcsa volt, mert egy az, hogy két egy házától Elekig, ez körülbelül állomástól állomásig 5 kilométer, ezt a távolságot ez a kis röcsögő, amelyik járt itten a két község között, ennek egy fél óra kellett majdnem, mire ezt az 5 kilométert megteszi. Egy az, a másik az, hogy nem személykocsiba, hanem egy ilyen marha kocsiba, abba helyeztek el padokat, és azon ültünk a kocsinak az egyik sarkába, mert ez januárban volt, állt egy kis kályha, és ott fűtöttek, hogy meleg legyen valamennyire a vagomba. Útközben is furcsa volt, mert az állomásokon, ahol megállt a vonat, mindenütt Sztálin, Lenin, meg Rákosi nagy képei voltak kirakva, vörös zászló, mi egymás, minden. Mondom, én ilyesmit Németországban nem láttam, hát hova jöttem én?
minden esetre ők nagyon örültek nekem. Hát részben én is, amint mondtam az előbb, hogy hát olyan furcsa volt a viselkedésem elején, tehát erről nem tehetek. Minden esetre hát hazaindultunk mindjárt. Otthon is furcsa volt, mert hát a ház ugyan a régi volt, de a berendezések teljesen mások, meg hát ilyen, amit úgy össze tudtak szedni, egyik helyről egy-két széket, a másik helyről egy asztalt, a harmadik helyről egy ágyat, meg szóval ilyen dolgok, ilyen bútorok voltak bent. De hát annak idején egy ilyen szegényes világ volt. Az édesapám sajnos már nem tudta a szakmáját folytatni, mert neki elvesztek az összes iratok. Igazolvány, bizonyítvány, az világon minden irat elveszett, nem tudta igazolni. Annak ellenére, hogy ugye sokan ismerték őt, tudták azt, hogy ez és ez volt, de hát a mondás után nem tudtak menni, hát igazolni kellett volna papíron. És akkor nem tudták gépészként foglalkoztatni a malomba, hanem fűtőként foglalkoztatták. De a lényeg az volt, hogy volt neki munkahelye, bár keveset keresett, mert abban az időben ő neki 700 forint volt egy hónapban a fizetése. Végül is részben bántam, részben nem bántam, de most végül is úgy vagyok vele, már legelőször, amikor mondtam, hogy 68-ban mentem legelőször kilátogatóba, akkor már a kinti rokonok, azok azt mondták, mivel hogy még gyerek nem volt a családban, feleségemmel voltunk kint, maradjunk ott, ők adnak nekünk szállást addig, amíg szükségünk van rá. Sőt, a házaspárnak volt egy barátjuk, akinek asztalos üzeme volt, és az megtudta, hogy én ács és asztalos vagyok. Mikor megtudta, azt mondta, maradjunk ott, holnaptól beállhatok dolgozni, azt mondja nála. Már megmondta az órabért is, mennyi órabért tud fizetni havonta, vagyis mennyi órabért tud fizetni. Azt mondja, ez egy jó órabér, a legjobb szakemberek kapják ezt az órabért. Azt mondja, ő biztosítja nekem a munkát. Annak ellenére úgy voltam vele, itthon van egy félkész házunk, itt születtem Eleken, itt él anyám, mert annak idején már apám ugye nem élt, itt él anyám, és mondom, nekem csak Magyarország a hazám. És végül is fogtuk magunkat, és itt visszajöttünk.